A Blumenkranz pedagógus kamara kórus is meghívást kapott a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományápoló fesztiváljára, ahol sokan öltötték magukra a sváb népviseletet, ezzel is felhívva a figyelmet a hagyományőrzés fontosságára. 7 évvel ezelőtt kezdtük el ezt szervezni, mert azt gondoltuk, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy ezt a mi kultúránkat, a sváb kultúrát kivisszük az utcára is, Tamásiba, mert egy rendezvényünk volt addig a Svábban, ami ugye zárt térbe volt, és ott is nagyon sok ember ugye jött, de szerettük volna így a város központjába, hogy nagyon sok ember lássa, hallja. Én Páriból származom, és én még hála Isten részese voltam annak a világnak és annak az életnek, ahol a hagyományokban éltem. És abban az időben még jártunk táncsoportban, volt ének, ez a nemzetiségi élet sokkal aktívabb volt, tehát nagyon sok ember benne volt, mi ez a tungi, ez ételről szól, ami ugye nálunk disznóvágáskor hagyományos, és a magyarok abszolút nem ismerik. Nagyon megosztó, mert valaki nagyon szereti, van, aki nem szereti, és ezt szerettük volna, mert mi is, akik svábok vagyunk is, ez teljesen volt úgy, hogy csak egy évben talán egyszer vagy kétszer főztük, és akkor most így, hogy elkezdtük ezt szervezni, sokan elővették a receptet, vagy hogy így csinálta a nagymamám, és akkor így ez most egy megint előjött, és ugye megkóstolhatják a rokonság, a barátok. A meghívott hagyományápoló csoportoknak köszönhetően ilyenkor megelevenedik a múlt, és előkerülnek azok a dalok és táncok, amit mindenképpen tovább kell adni a fiatalabb generációnak. Sok helyről hívunk kórusokat, táncfellépőket, olyan színes és olyan szép, és hogy ezt így meg kell őriznünk mindenképpen, és azt gondoltuk, hogy ez egy csodálatos, hogy így a kint jó időben a tamási embereknek, meg aki idejön, azok láthassák meg így egy csokorba ezt a mi kis hagyományunkat, a ruháinkat, a dalainkat. Annyira jó, hogy Tamásiba ugye van nemzetiségi óvoda meg iskola, és akkor meghívjuk őket, és így a szülők is jönnek, és óhatatlanul bele látnak, vagy látják, hogy mi is a mi kultúránk, és ennek nagyon örülünk. És gondolkodtunk már, hogy mi lehetne az, amitől így egy kicsit motivációt adjunk a fiatalabb korosztálynak. Hát az, hogyha úgy iskolában elkezdik ezt, ugye nem van nemzetiségi oktatás, ott már hallanak róla, és ott táncolnak, akkor lehet, hogy abba a gyerekben marad valami. Az őszi és hangulatú fesztiválon családi, baráti társaságok, jó hangulatú beszélgetések mellett élvezték a sváb zenét, és próbálták előhívni azokat az emlékeket, ami a kultúrájukhoz tartozik. Rendezvényünk legfontosabb célja a hagyományápolás. A sváb hagyományokat szeretnénk feleleveníteni, és a fiatalabb generációnak ezeket továbbadni. Kisvárosunk Tamási nem egy kimondottan sváb település, így főként a környező falvak tánc és énekcsoportjait hívtuk meg, hogy mutassák be, amit ők tudnak. Különösen szeretnénk megszólítani az óvodásokat és az iskolásokat is, így a fellépők között már ők is szerepeltek, mert mindannyian nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok, sőt a gyerekek is megismerjék a régebbi kultúráknak a szokásait, a hagyományait, most elsősorban a sváb kultúrát. Főként a sváb családok jelennek meg, ők készítik el a hagyományos ételt, a tungit is, ők foglalnak el itt asztaltársaságokat, de pontosan az óvodás és iskolás gyermekek révén megjelennek a családok, szülők, testvérek, és nagy örömünkre szolgál, hogy ők is itt maradnak a rendezvényen, nem sietnek haza a szereplés után. A tungit lassacskán mindenki megismeri a rendezvénynek köszönhetően, a sváb családok asztalán főként a téli időszakban jelenik meg ez az étel. Legfőképp disznóvágáskor szokták ezt az ételt elkészíteni, mint a nevéből is adódik, ez egy tunkolós sertéshúsból készült étel. Településenként változik, mind az elkészítés módja, sőt az étel elnevezése is. A mai nap folyamán készen otthonról hozták meg ezt az ételt, hiszen azért nagyon sokáig tartana ezt itt elkészíteni, és ehhez az alapanyagokat ide kihozni. Vannak olyan jelzők, amik többeknek eszükbe jutnak, ha erről a népcsoportról van szó. Svábnak a szorgalma az embereknek, a vidámsága, a zenével való kapcsolatuk, a mulatságok, a tisztaság, a rend.
ezek a svábokra jellemzőek általában. Kultúrának a továbbvitele, tehát a táncok, például a német táncok, ugye a vidámság, a polka, a cepedli, fiatalabb koromban ugye a pári tánccsoportnak voltam tagja, abban táncoltam szintén, és a nagybátyám volt ott a vezető, ő is Lehr János volt. És ennek a hagyománynak az újjáélesztése azt hiszem, hogy most újra beindult az utóbbi 10 évben. És a kormány erre sokat áldoz, úgy érzem, tehát hogy segíti a különböző nemzetiségieknek a boldogulását, és az, hogy új épületbe költözzenek, rendezvényeket tudjanak tartani, és a fiatalságot próbálják bevonni ebbe a hagyományőrzésbe. Úgy érzem, hogy egyre népszerűbb lesz, úgy mondom, hogy tehát van nagyobb közönsége mindig, és az emberek jól érzik magukat, hallanak új zenét, új táncokat, mindig újabb csoportok jönnek, akik bemutatkoznak Tamásiba, úgyhogy szerintem érdemes ápolni ezt a hagyományt. A rendezvény idén is elérte kitűzött célját, a fiatalok bevonásával éltették a sváb hagyományokat a Tungi Fesztiválon, Tamásiban.